Új év, új célok, új edzők. Röviden így lehetne összefoglalni a Dominó Diák Sport Egyesület eddigi 2017-es évét. Persze ennél természetesen sokkal több dolog történt a házuk táján, hiszen a hajók a vízen vannak, a gyermekek pedig folyamatosan edzenek. Ez nekünk a változások éve volt. Elsősorban azért, mert edzőváltásunk volt. Két korábbi edzőnknek nem kötöttük meg a szerződését saját kérésükre, és új edzőket hoztunk be a Hajdúnási Dominó Diák Sport Egyesületbe. Az új edzőknek a felkészülése, felkészültsége megfelelő teljes egészében a korábbi edzőkével, hiszen az első számú edzőnk, aki kajakkenu edző, tehát szakági edző, Kacsa János, akinek megvan a teljes egészében a végzettsége, és továbbá még személyi edzői papírja is van. Kacsa János vette át tehát a vizes edzések egy részét. Ő irányítja a gyermekeket kint a tavon, illetve az őszi és a téli időszakban az erőnléti edzések egy részén. Nem könnyű az új feladat, hiszen a jól megszokott edzőpáros távozásával szinte újra kellett építeni a rendszert a megcsappant gyermek és eszköz létszám miatt is. A gyerekeknek volt nehéz az edzőváltás, páran abba is hagyták. Ez miatt eszközök megcsappantak, de tudom, hogy mindenki azt vitte el csak, ami a sajátja, és hát ebből építkezünk, ami van, végül is meg lehet oldani. Az új edző munkája késő ősszel és télen kezdődött. Ekkor természetesen a vízen már nem igazán tudott a gyermekekkel lenni, így leginkább a szárazföldi edzésekkel igyekezett őket felkészíteni az új szezonra. Szárazföldi edzésekkel erőnlétre rágyúltunk, és úgy néz ki, hogy van eredménye, mert a versenyeken is jó eredményt tudnak elérni a gyerekek. A téli alapozás tehát jól sikerült a gyermekeknél, de nem volt maradéktalanul elégedett Kacsa János. Nem az elvégzett munkával volt gond, hanem azért, mert az edzőváltás miatt kissé kevesen maradtak a rutinos kajakosok. Az idősebbeknél az a gond, hogy minden korosztályból csak egy személy maradt, így nincs, aki húzza a másikat. Így nekik így kicsit esett a motiváció. A kicsik ők viszik egymást, szerencsére velük nem lesz gond. A munka tehát folyamatos a vízen, főleg most a nyári időszakban. Szinte mindig kint vannak a gyerekek a tavon, akiknek az úszó és szárazföldi edzéseibe két hajdunállási pedagógus is bekapcsolódott. Másik két edzőt az általános iskolai testnevelés tanítók közül választottuk ki, pontosan azért, hogy sokkal erősebb kapcsolatunk legyen az általános iskolával, illetve toborzás szempontjából is ott vannak a gyerekek között, a tehetségeket sokkal könnyebben meg tudjuk találni, tehát végül is egyfajta tehetségkutató szerepük is van ezeknek a testnevelőknek. Az egyikőjük Nagyné Zsíros Irén, aki az úszó edzéseket tartja az ifjú kajakosok számára. Az úszás a legfontosabb része a dolognak, mert itt szoktak hozzá a vízhez a gyerekek. Iszedve a vízbiztonságot, lebegés, merülés, hát annélkül nem is lehet kajakozni, úszó is annélkül meg főleg nem lehet kajakozni, tehát ez mindenképp muszáj, hogy megtörténjen. Azon kívül erőléti edzésként is nagyon jól felfogható, tehát mindenképp kiegészítő és nagyon jó sporták. Ezen hasznos tulajdonságok mellett persze az sem elhanyagolható, hogy vízisport lévén tudni kell úszni is a versenyzőknek. Ez persze az elején még nem alapfeltétel, hiszen a legkisebbek mentő mellényben szállnak a hajóba, de előbb vagy utóbb meg kell tanulni úszni. Ami nem hátrány, sőt, Inci néni ezért hetente többször is találkozik az ifjú kajakos palántákkal. Heti két óránk van rá, ez hétfői napokon, van egy kezdők és egy haladó csoportunk. Itt is majd látszik a felvételeken is, hogy vannak gyerekek, akik jobban tudnak már úszni, és kevésbé, és egy csoportban vannak, ezért differenciáltan kell velük dolgozni, de általában tényleg jó, ha heti egy óra, jó, ennél több lenne az igazság. Nagyné Zsíros Irén mellett még Gyűriné Tanner Márta kapcsolódott be az edzői munkába. Mint testnevelő, ő a szárazföldi edzésekért felel. Az új edzők egyik legfontosabb feladata az, hogy az ifjú gyerekeket beépítsék a rendszerbe. Új kezdőcsoportot indítottunk, hiszen gyerekeink egy része távozott középiskolákba, ezzel meg kell birkoznunk és tudomásul kell vennünk, hogy a középiskolákban nem minden alkalommal van lehetőség ezt a sportágat folytatni, hogyha a településről elköltözik. Másik fontos dolog az, hogy az új toborzásnál már kisebb korosztályokkal is elkezdtünk foglalkozni, bár megmondom őszintén, hogy a Magyar Kajakkenu Szövetség versenyre nevezésében 10 éve
éves kor alatt igazából nincsen lehetőség. Tehát nekünk azt a szemléletet kell képviselnünk, hogy ezeket a gyerekeket vízhez szoktatjuk, segítjük abban, hogy ebben a környezetben maga biztosan tudjon mozogni, mindenféle készségképesség fejlesztő gyakorlatot, játékot végeztetünk velük, tehát nem olyan típusú edzéseket végeznek ők, mint a 10 év felettiek. Az egyesület ennek megfelelően szervezi a nyári táborait is. Két alkalommal is várják majd a gyerekeket, ahol a kajakozás mellett természetesen a szórakozásé lesz a főszerep. Ilyen lesz például az indián tábor is. Itt természetesen nem csak sportolni fognak a gyerekek, hanem egy héten keresztül a strandon remélhetően kiválóan fogjuk érezni magunkat, és az indiánok életével kapcsolatos egyéb kiegészítő programok és foglalkozások lesznek, az íjászat, lovaglás, kézműves tevékenységek, bőr fonások készítése, indián filmek és olvasmányoknak az ajánlása. Ez mind-mind a programhoz fog tartozni, tehát egy kicsit nem csak a sporttal, hanem a szemlélettel, illetve a gyermekeknek a egyéb irányú fejlesztésével is foglalkozunk. A második nyári tábor a kalóztábor nevet viseli, amely hasonló értékek mellett szerveződik majd a nyáron. Emellett fontos szerepe lesz majd a toborzásnak is. Az egyesület vezetői itt nem is igazából a gyermekekre akarnak fókuszálni, hanem inkább a szülőket akarják megnyerni. Úgy gondoljuk, hogy nem a gyerekeket kell elsősorban megfűzni, mert minden gyerek imádja a vizet és a víz közelségét, hanem a szülőket kell valahogy a vízpart közelébe csalnunk, illetve különböző családi programokkal, népszerűsítő rendezvényekkel az egész családot ki kell hívnunk és várnunk a területünkre. Ennek egyik új eleme lesz majd a szülők edzése, ahol miközben a gyermekek dolgoznak, lehetőségük lesz majd a szülőknek is vízre szállni és evezőt ragadni, persze csak hobbi szinten. Vagy ki tudja, ha valaki itt kap kedvet, akkor akár rendszeresen is járhat. Mozgalmas nyár, izgalmas táborok, rendszeres edzések és folyamatos vízi élet várja tehát továbbra is a kajakozni vágyó gyermekeket a Dominó Diák Sport Egyesületnél.